Üdvözlöm a kedves nézőket, sziasztok, Dudás Lajos vagyok, és a kocka el van vetve mai epizódjában a Parksot fogom nektek bemutatni. A Parks-szal körülbelül egy fél éve kezdtem el szemezni, és szerettem volna egyrészt én magamnak is kipróbálni a játékot, de gondolkoztam azon is, hogy bemutatom nektek a videók alapján, amit láttam róla, a szabálykönyvet, hogy elolvastam, a visszajelzések alapján. Úgy gondoltam, hogy érdekes lehet ez a játék, és ez egy nagyon ritka játék a Parks nálam, ugyanis két olyan dolggal fogott meg. Az egyik az számít nekem, de Jócsi ki szokta röhögni az ilyen játékokat, mindjárt elmagyarázom, hogy miért. A másik az abszolút nem szokott nekem számítani, és kezdjük ebbe az utolsóval, a játék megjelenése. Az értékelésnél van egy olyan, hogy a játék megjelenése, de hadd mondjam el itt nektek most, hogy nagyon megfogott engem a Parksnak a kinézete. Nem igazán, nem teljes részleteiben olvastam utána ugye a sztorinak, a festményeknek, amik reklámozzák ezeket a nemzeti parkokat, de alapjában éve nem vagyok egy természetjáró, nem vagyok egy túrázó, látszik is rajtam, de maga a dolog, a túrázás, a természetjárás és hogy vannak nemzeti parkok, ez nekem egy fontos dolog, ez egy szimpatikus dolog, én ezt jó dolognak tartom, hogy vannak ilyen dolgok a világon, úgy érzem, hogy ettől jobb hely a Föld. És nagyon szép, nagyon lenyűgözött a grafikai megjelenése a játéknak. A másik dolog pedig a téma. Jócsi szokott engem piszkálni, hogy mindenféle unalmas témájú játékokat én szeretek. Ugye most nagy hype-ja van, nagy trendje van az ilyen természet, állatok, növények témának, mert ugye politikailag korrekt. De alapjában véve szerintem ebben a témában is lehet érdekes dolgokat kihozni, hogyha nem csak arra használjuk a témát, hogy legyen valami, hogy semleges legyen, hanem tényleg egy adott témába belássa magát egy játék, szerintem jó dolgokat lehet ebből kihozni. A Parks alapjában véve egy munkás elhelyezős játék, nem egy túl hosszú játék, van egy ösvényünk, ezen az ösvényen különböző nyersanyagokat szerezhetünk, napfényt, tehát mit látunk, napot, hegyet, vizet, erdőt, állatokat, és ezeket a nyersanyagokat cserélhetjük be különböző dolgokra, amik győzelmi pontokat érnek. A legalapvetőbb dolog, hogy ezeket a nyersanyagokat becserélhetjük nemzeti parkokra, tehát elkölthetjük nemzeti park látogatásokra ezekre a nyersanyagokat, meg kifizetjük az adott nemzeti park kártyán lévő nyersanyagokat, és megkapjuk az adott kártyát, ami győzelmi pontokat ér a játék végén. Ezen kívül felszereléseket is vehetünk, amik módosítják például a parkoknak az értékét, hogy kevesebbet kell fizetni, vagy bizonyos akciókat módosíthatnak. Költhetünk arra nyersanyagokat, hogy fényképeket csináljunk, amik egyrészt mindenkinek a titkos célkártyájához, az évkártyájához feltétel, hogy valamennyi fényképet is készítsünk. Ezen kívül minden egyes fénykép győzelmi pontot ér a játék végén. És alapjában véve különböző speciális akciók is vannak. És ugye, ha végigértünk az adott évszakban, az adott ösvényen, az ösvény végilapkán is van három akció, amit választhatunk. Kifoglalhatunk magunknak parkkártyákat, tehát magunk elé tehetjük, hogy azt onnantól csak mit csinálhassuk meg később. Vehetünk felszereléskártyákat, és végigjárhatunk, tehát látogathatunk parkokat. A játék nem hosszú, négy évszakban megyünk végig az ösvényen, és a negyedik évszak végén, aki a legtöbb győzelmi pontot gyűjtötte, az nyeri a játékot. Szokás szerint először szeretném nektek megmutatni, hogy mi van a Parks dobozában, utána a teljesség igénye nélkül elmagyarázom, hogy működik a játék, és az epizód végén szokás szerint megkapja a játék az értékelést és a véleményemet. Nézzük is meg először, hogy mi van a Parks kicsi, de jól megpakolt dobozában.
Ha kinyitjuk a Parks dobozát, akkor először is az angol nyelvű szabálykönyvvel találkozunk, amilyen szövetes kártyapapírra van nyomtatva. Az alkatrészek, mi a játék célja, felpakolás, hogyan megy egy évszaknak a kezdete, hogyan akciózunk, mik történnek az ösvényen, az alaptájlok lapkák, a fejlesztett lapkák, az állatok, az akcióknak a részletezése, a fényképezés, mi van, hogyha végigért egy túrázó az ösvényen, évszak vége, játék vége. Egy kis fak kérdésekkel és a szólószabályok. Egy kis reklámlap, vegyél kiegészítőket, vegyél más játékokat. Azon kívül azért haszonnak annyit rátettek, hogy hogy érdemes a dobozt elpakolni. Linkeket különböző bemutató videókhoz. Egy kis segédlap az akciókkal. Ugye az ösvényén, nagyjából ugyanaz összefoglalva, ami a szabálykönyvben is benne van. Egy pici reklám az Artról. Ezt a játéktáblát meg tudom mutatni, mert ez aztán nem túl nagy. Két tárolóba, egyforma tokenek szétdobva. Ugye öten is lehet játszani a játékot, tehát nem játékosonként van egy, csak azért, hogy egy kicsit el tudjuk helyezni az asztalon, úgyhogy mindenki hozzáférjen. Hú, elnézést, egy kicsit a kártyák összeborultak. Ezt azért megigazítom, mert így nem néznek ki jól. És akkor jöjjenek az alkatrészek, a parkkártyák, gyönyörű meseszépek, egy kis leírással, és ugye, hogy milyen nyersanyagok szükségesek ahhoz, hogy megvegyük őket, és mennyi pontot érnek a játék végén. A fényképező token, ez egy kicsit elfordult, ugye minden játékos színében két túrázó, az ösvény elejetábla, az ösvénylapkák, ugye az alaplapkák, látok így, ugye ez két napot kapunk, egy hegyet, két vizet, egy erdőt, itt pedig vagy egy kantint, vagy fényképezhetünk, és a speclapkák. Ez a több játékos, tehát ez alap csak több játékosnál, ugye itt vannak a spec akciólapkák. Állatot kapunk, parkot látogathatunk, vagy gírt vehetünk, cserélhetünk alkatrészt, ezt pedig hirtelen azért laboztam át, mert nem tudom, hogy mit csinál. Tehát ez a lapka azt csinálja, hogy ha befizetünk egy vizet, lemásoltunk egy olyan akciót, ahol egy másik túrázó áll. Az ösvény vége, ugye a három akcióval, hogy kifoglalhatunk magunknak parkot és kezdeményezni fogunk, gírt vehetünk olcsóbban, és látogathatunk parkot. Egy első játékos jelölő. Ugye a tábortűz jelölők minden játékosnak, és a kisalkú kártyák, a felszerelés kártyák, amiket megvertünk. Tehát itt van az áruk, és hogy mit csinálnak, például parkokat látogatni ebbe a kártyával, akinek ez megvan, két nappal kevesebbe kerül. Vagy vizet hegynek lehet használni parklátogatáskor. Az évkártyák, amik a titkos győzelmi pont bónuszlapkáink a játék végén, legyen 6 napunk meglátogatott, tehát begyűjtött parkunkon, és legyen 3 fényképünk, hogy kapjunk 2 pontot a játék végén, vagy legyen 10 napunk a saját parkkártyáinkon, amiket megszereztünk, és 5 fotónk, és akkor 3 pontot ér. Itt vannak az évszakkártyák, ugye ezek határozzák meg az adott körre vonatkozó spec szabályokat, és hogy milyen nyersanyagokat rakunk az ösvényre, ugye ebbe az évszakba a parkok meglátogatása egyre kevesebb vízbe kerül például. Itt vannak az kantinkártyák, ezek úgy néz ki, hogy egy vizet rakhatunk rájuk, és akkor adnak bizonyos dolgokat nekünk. Ezek a szólójáték kártyái, és ennyi alkatrész van a Parkshoz. Mindjárt fel is pakolom a játékot két főre, és a teljesség igény nélkül elmagyarázom nektek, hogy hogy kell játszani vele. Fel is pakoltam a játékot két főre, ugye mindkét játékos kap egy kantinkártyát, egy tábortüzet, a két túrázóját, egy titkos célkártyát, ugye ezt most nektek megmutatom, ennek a játékosnak az kell, hogy ha 6 víz van a megvásárolt parkjön, és 3 fényképet csinált, 2 pont,
a 10 víz és 5 fénykép 3 pont, a másik játékosnak pedig, hogyha megvan látogatva 3 olyan park, ami 4-5 győzelmi pontot ad, akkor 2 pont, ha megvan látogatva 5 park, ami 4-5 győzelmi pontot kap, akkor 3 pontot kap. Ugye van egy kezdőjátékos, a kezdőjátékosról jobbra ülő, hát 2 játékosnál a másik kapja a fényképezőt. Ugye a fényképezés az úgy megy, hogy beadunk 2 tetszőleges nyersanyagot, csinálunk egy képet és megkapjuk a fényképezőt, de akinél a fényképező van, az csak egy nyersanyagért fényképezhet, és amikor beért a ösvény végére, akkor fényképezhet még egyet. Ugye itt az évszakkártya, ebbe a körbe, aki hegyet kap, az kap hozzá egy napot is, és itt van az időjárás. Az azt jelenti, hogy a második lapkától kezdve ezt a mintát kell felraknunk, tehát víz, nap, nap, víz, nap, ugye eddig tart. Aki először oda megy, nem csak a lapka akcióját kapja meg, hanem azt a nyersanyagot is. Itt a 3 első megvásárolható park, ugye mindenki kapott egy kantint, abba a körbe, amikor vizet kapunk, rátehetjük és csináljuk azt az akciót, ő kap egy fát, ő meg cserélhet egy nyersanyagot másik nyersanyagra 2-szer, és itt vannak a megvásárolható gírkártyák. Ugye ez azt mondja, hogy ha hegyen vagyunk, hegytóken helyett kaphatunk állatot. Az állatok 12 különböző ilyen állattóken van, ugyanazt csinálják, Joker nyersanyagnak számítanak, wild, mint wildlife. Bármelyiknek lehet használni. Ugye ez azt csinálja, hogy ha erdőre lépünk, erdő helyett kaphatunk 3 napot, ez pedig azt csinálja, hogy ha megvesszük, hogy a parkok látogatása egy helyjel kevesebbe kerül. Ugye a játék úgy néz ki, hogy a kezdőjátékos fog egy bábúját, lép egyet, ugye ide lép, kap 2 napot. Jön a következő játékos, ide lép, ugye megkapja ezt a napot, és kap egy hegyet, de ha hegyet kap, kap egy napot is, mert azt mondja az évszak. Max 12 tokenünk lehet akár. Jön megint a kék játékos. A kék játékos ide jön, megkapja ezt a vizet, és úgy dönt, hogy bead egy vizet és egy napot, és fényképez egyet, megkapja a fényképezőt, megkap egy fényképet, minden fénykép egy győzelmi pontot ér a játék végén. Jön a zöld játékos, ő ide lép, kap egy napot, és azt csinálja, hogy vagy elmehet parkot látogatni, tehát megvehetne egy kártyát, vagy vehet egy felszerelés kártyát, és ő úgy dönt, hogy felszerelés kártyát kér, mégpedig egy napért megveszi ezt, hogy ha hegyre lép, hegy helyet kaphat állattókent. Jön a kék játékos. A kék játékos azt mondja, hogy felhasználja a tábortűzét, és akkor körönként egyszer odaléphetünk, ahol már van más valaki. Kér egy hegyet, ugye ebbe a éjszakban, ha hegyet kapunk, kapunk egy napot is. Jön a zöld játékos. A zöld játékos felveszi a vizet, meg egy fát. Jön a kék játékos. A kék játékos azt mondja, hogy felvesz itt egy napot, meg 2 vizet. Jön a zöld játékos. Hát a zöld játékos azt tudja csinálni, hogy ebben belép. Ugye kifoglalhat magának parkot, és átverti a kezdeményezést. Vagy vehetne felszerelést egy nappal olcsóbban, vagy megcsinálhatna parkot. Parkot nem tud megcsinálni, viszont azt mondja, hogy kifoglal magának egy parkot, mondjuk ezt, és ugye ő lesz a kövkörben a kezdeményező. Jön a kék játékos. A kék játékos azt mondja, hogy bejön, és egyel olcsóbban vesz egy felszerelést, és megveszi ezt, hogy a parkok látogatása egy nappal és egy vízzel olcsóbb neki. Jön a zöld játékos vesz egy fát, jön a kék játékos vesz egy hegyet, jön a zöld játékos, és azt mondja, hogy vesz fel 2 vizet, jön a kék játékos, vesz fel egy fát, a zöld játékos bejön és megcsinál egy parkot, mégpedig megcsinálja ezt a parkot, mert ugye be tud adni egy fát, egy hegyet, meg 2 napot,
ezt közben pótoljuk, beadja a nyersanyagokat, és megveszi ezt. Ezt ugye állítva rakjuk, amit csak foglaltunk, azt így elfordítva, hogy ne keveredjen össze. Tehát ezt már kifizettük, ezt még nem. Hát a kék játékos végül is még van. Ja, és ha egy figura maradt már kint, akkor ő nem lépkedhet, akkor be kell lépnie. És ő is meg akar csinálni egy parkot, mégpedig bead két hegyet, bead két napot, és megveszi ezt a parkot. Ugye vége a első évszaknak, akinél a fényképező van, az fényképezhet egyet, és ugye csak egy nyersanyagért, és akkor jön a következő évszak. A következő évszak az úgy néz ki, hogy kicsit puskázok, de amúgy nem túl bonyolult a dolog. Az ennyi, hogy jön egy új évszakkártya, ezek visszajönnek az elejére. Jön egy új évszakkártya, most az évszak azt fogja mondani, hogy a három kint lévő parkra kerül egy-egy nap, és amit ki kell rakni, az víz, nap. Víz, nap. Bocsánat, másodiktól kezdve, és víz. Igen, de nem is ebben kezdjük, hanem avval kezdjük, bocsánat, hogy felvesszük ezeket a lapkákat, megkeverjük, és újra csináljuk az ösvényt. Tehát nem ugyanúgy fog kinézni az ösvény a körökben. Most ebbe a körben így fog kinézni az ösvény. Ugye másodiktól kezdve felpakolunk. Az ösvényt átraktuk, azért csak megnézem, hogy igen, hogy visszafordulnak a tábortüzek, hogyha valaki rakott volna vizet a kantinjára, azt leveheti, visszamennek a túrázók az elejére. És ennyi, jön a következő kör. Ugyanazt csináljuk, mint az előző körbe, ezt csináljuk négy körig, és aki a negyedik kör végén a legtöbb győzelmi ponttal rendelkezik, beállt parkokból, a évkártyájából és a fényképekből, az nyeri meg a játékot. Úgyhogy a teljeség igény nélkül így működik a Parks, mindjárt összepakolok, és elmondom nektek a véleményemet a játékról, és megkapja az értékelését. Mennyire jön át a Parks témája? Én erre adok a játéknak egy ötöst. Annyira minimalista a téma és a mechanika kapcsolata, hogy egyszerűen tökéletesen jön ki. Az a játék témája, hogy sétálunk, hikingolunk, tehát túrázunk, és ehhez képest munkások mennek el egy ösvényen, tehát tökéletesen nagyon jól adja vissza a játék hangulatát, nem csak emiatt az egy mechanizmus miatt, de tökéletesen jól adja vissza a játék hangulatát a játék. Bele tudjuk élni magunkat, hogy bejárjuk ezeket a nemzeti parkokat, hogy túrázunk. Alapjával a játéknak minden alkatrésze segíti ezt a beleélést, hogy 100%-osan úgy érezzük, még az ilyen lusta emberek is, mint én, hogy ha leülünk játszani a Parkszal, akkor egy kicsit úgy érezhetjük, hogy tényleg túrázunk, visszaemlékezünk arra, legalábbis én, aki mostanságban nem túrázik, hogy milyen volt, amikor még túráztunk, megkirándultunk. Úgyhogy szerintem nagyon jó, tökéletesen adja vissza a témát. És mondom emiatt, hogy minimalista, nincs túljátszva a kapcsolat a téma és a szabályok közt, és emiatt tökéletes az illeszkedés szerintem. Milyen a játék minősége? Én erre adok szintén egy ötös a Parksnak. Az alkatrészek jó minőségűek. A kártyák nem szövetes papírból vannak, de nagyon jól keverhetőek, viszont a szabálykönyv is szövetes papírból van. A falkatrészek nagyon szépek, igazán nagyon-nagyon jó minőségű a játék. Van két szuper inzert is hozzá, ugye, amiben a különböző kis fa tokeneket tudjuk tárolni. Úgyhogy szerintem nagyon jó minőségű a játék. Milyen a játék megjelenése? Ugye ezt adok rá ennek is egy kiválót. Ezt már említettem az epizód elején is, hogy nagyon kevés játék van, ami engem a megjelenésével tud megfogni. És a Parksnak a legelső dolog volt, előbb fogott meg a megjelenése, mint a téma, gyönyörű szép a játék. Nekem nagyon tetszik ez a kicsit fessünk reklám táblákat a különböző nemzeti parkokról. Tehát ez a kicsit olyan retro klasszikus, hogy nem egy stock fotó, vagy nem egy számítógépergemelt image,
hanem rendesen fessünk egy plakátot, és ez a megjelenési stílus abszolút viszonylag a játékból is gyönyörű szépen van megcsinálva. Milyen a játék tanulhatósága? Én erre is adok egy ötöst, a Parksnak nem túl bonyolult a szabályokat megtanulni, nem bonyolultak a szabályok, nincs sok szabály, nem egy olyan játék a Parks, ahol nagyon bújni kell a szabálykönyvet, hogy mit hogy kell csinálni. Újrajátszhatóság? Én erre is adok egy ötöst, mert alapjába véve minden mechanizmus, minden komponens arról szól a játékból, hogy ne legyen két egyforma játékunk. Ugye rengeteg évkártya van, tehát ami a bónuszpontokat adja a játék végén. Az évszakkártyák is változnak. Az ösvényt minden évszak után újra kell rendezni, hogy nem az van, hogy na végigjártuk, és előnyösebb, hátrányosabb. És igazán nem egy szerencsefaktort növel, mert látjuk, hogy mi lesz, de ugyanakkor változatos. Nagyon, nagyon jó az újrajátszhatósága a játéknak. Rengeteg a kantinkártya, rengeteg a felszereléskártya, rengeteg a park, úgyhogy nem igazán érzem azt a lehetőséget, hogy záros határidőn belül az ember kijátsza a Parksot. Nagyon jó az újrajátszhatósága. Összetettség és stratégia. Én erre is adok egy ötöst a Parksnak, és amit a témán említettem, hogy a mechanizmusok és a téma milyen elegánsan kevés, és milyen elegánsan és tökéletesen tudnak összekapcsolódni, maguk a mechanikák, amik arra szolgálnak, hogy hogyan szerezzük meg a győzelmi pontot adó parkkártyákat és fotókat, szintén nagyon letisztultak, elegánsak, de nagyon jó. Az, hogy két bábunk van. Ugye alapszabály, hogy egy helyre csak egy bábú mehet, erre van ugye a tábortűzünk, hogyha nagyon megszorulunk, körönként egyszer oda léphetünk, ahol valaki más van. Ha oda akarunk lépni, ahol a saját bábunk van, ahhoz is fel kell használni. De ez az elegancia, hogy kifogom ezt a helyet, más egyőre nem tud oda jönni, melyikkel menjek tovább. Ebben lépek, de az a lényeg, hogy nekem ebben a bábumban majd ugyanoda kéne lépnem, ahova az előző bábum van, akkor a többiek, hogy haladnak arra, és figyelni kell. Nagyon egyszerű és nagyon elegáns, de nagyon lehet benne stratégiázni. Ahhoz képest, hogy kétféleképpen lehet a játékban győzelmi pontot szerezni, azt, hogy ezt hogy érjük el, hogy nekünk legyen a játék végén a legtöbb győzelmi pontunk, láttam meg, próbáltam már, mutattam be már nektek hasonló játékokat, amikre azt mondtam, hogy nincs túl sok szabály, nincsen túl bonyolítva, de nagyon elegánsan és nagyon sok lehetőség van benne, és talán ezek közül a játékok közül az elmúlt egy évben, amit kipróbáltam, a Parks ebből a szempontból a legkiválóbb. Hogy egy viszonylag kevés, elegáns mechanika hatalmas nagy stratégiai és taktikai lehetőséget ad a játékosoknak. Tehát ez a két túrázónk van, ez egy zseniális dolog. És ami még zseniális dolog, alapjában jövő az ösvényen 5 lapka mindig az alaplapkák, amik valami nyersanyagokat adnak. És mikor végigmegyünk az ösvényen, az ösvény vége lap ad 3 nagyon fontos akciót a játékban, de az biztos, amikor végigjönünk az ösvényen, kifoglalhatunk magunknak parkkártyákat, vehetünk felszerelést, és végig meglátogathatunk egy parkot, tehát megvehetjük. És ez is egy nagyon elegáns, és amúgy nagyon taktikus, és nagyon sok stratégiai lehetőségét magába rejlő mechanizmus, hogy szedjük csak, figyeljünk oda a két túrázónk, hogy megy, szedjük csak a nyersanyagokat, és a kör végén mindenképp tudunk speciális akciókat csinálni, tehát arról nem fogunk lemaradni. Úgyhogy nagyon jó, nagyon sokat lehet benne taktikázni, nagyon sokféle stratégiával lehet eljutni oda, hogy mi szerezzük a legtöbb pontot. A szubjektív játékélmény, én erre adok egy 4-est a Parksnak, és most nem azért, Parksnak, nem azért, hogy ne legyen színötös, mert még nem az a szint. Ennél a játéknál tényleg úgy érzem, tehát ennél a játéknál nem erről van szó, hogy nem tökéletes még, ezért erre a szubjektív játékélményre 4-est adok. Nem, itt arról van szó, hogy nem játszottunk még annyit vele, hogy azt mondjam, hogy tényleg egy olyan szintű klasszikus, egyrészt. Másrészt, mert engem ez a játék emlékeztet egy másik játékra. Ez a lépünk előre az ösvényen és csinálunk dolgokat, ugye a Tokaidó. A Tokaidóban ugye mindenki vagy a Namiji, mindenki mindig a legutolsó lép, itt ugye körsorrend van, de egy kicsit engem erre emlékeztet. Viszont nem érzem úgy, hogy a Parks jobb lenne. Nem, azt se érzem, hogy rosszabb lenne.
de nem érzem azt, hogy szépen kikönyökölni az eddigi kedvencemet, és azt mondani, hogy olyat tudok, amit a többiek eddig nem. Egy nagyon jó játék, nagyon szórakoztató játék, nagyon gyönyörű játék, nagyon jól átjön a témája. Nagyon oda kell figyelni a stratégiánkra, hogy hogy érjük el azt, hogy nekünk legyen a legtöbb pontunk a játék végén. De jó, nem egy kiváló, egy jó játék. Az előnyei azok szerintem inkább tematikusak és vizuálisak. Mondom, a játékszabályok egyszerűek, elegánsak, letisztultak, de én abszolút nyugodt szívvel, és most tényleg semmi másról nincs szó, mint hogy nekem szubjektíve, amikor én játszottam a játékkal, nekem ez a játék egy jó játék. Nem egy kiváló játék, de jó játék. Az interakcióra én a Parksnak adok egy 3-ast. Ugye alapjában véve a túrázók kifoglalhatják egymás elől a helyet, de nagyjából ennyi az összes interakció a játékosok között. Úgy tűnik, hogy nagy szerepe van, de ettől még nem lesz erős az interakció a játékba. A 7 kategória alapján, ami beleszámít az értékelésbe, 4,86-ot kap a Parks, úgyhogy én egy 5-öst, egy kiválót adok neki. Alapjában a Parks egy, szerintem egy jó játék, egy ötletes játék. Mondtam már itt a mai epizódban, hogy emlékeztet a Tokaidóra, de játéktervezésre engem emlékeztet a Phil Walker Harding stílusára, az egyszerű, de nagyszerű játékokra. A szabályok egyszerűk, a mechanizmusok nagyon jól együtt élnek a témával, a lehetőségeink ugye folyamatosan bővülnek, az első körben egy speciális lapka van az ösvényen, a második körben 2, a harmadikban 3, 4, 4, minden körben hosszabb lesz az ösvényünk. Igazán ugyanazok a lehetőségek ki fognak jönni minden játékban, csak más sorrendben, és nagyon nem mindegy, hogy milyen sorrendben. Egy gyorsan felpakolható, egyszerűen megtanulható, nagyon jó játék szerintem a Parks. Viszont alapjába véve, akik szeretik a természetet, szeretik a semleges témákat, szeretik a gyors játékokat, szeretik az olyan játékokat, amikben nincs túl sok szabály, de nagyon sokféleképpen lehet taktikázni és stratégiázni, én azoknak, vagy akik családi játék, ugyanis egy lebutított változatba, értelemszerűen ez nem a Parksról szól valójában, de egy lebutított változatban amúgy a 2-5 éves gyerekünkkel is le tudtunk ülni játszani a játékkal, és élvezték. Tehát én azt mondanám, hogy ami igaz, amiben viszont nagyon hasonlít a Tokaidóra és általában az Antoine Bauza játékokra, hogy egyszerre családi és egyszerre gamer játék. Tehát lehet úgy játszani, hogy a Parksot, hogy egy családi játék legyen, de lehet úgy játszani, hogy véresen gamer játék. Abszolút tud komoly gamer játék élményt nyújtani is. Úgyhogy ez az én kis véleményem a mai napon a Parksról. Nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket. Dudás Lajos vagyok, ez a kocka el van vetve. Üdvözlöm a kedves nézőket, sziasztok!